Sziasztok, én viccelek, és ez itt a BF3 Gameplay sorozatomnak 26. része lenne. Egy régebben már játszott pályával, ez pedig nem más, mint a Bandai Desert. És hát ugye eléggé sokan kértétek, hogy legyen még videó, úgyhogy nekem is megjött hozzá a kedvem, és hát akkor ezért gondoltam, hogy tényleg lesz is. Na most ugye, valószínűleg ez egy ilyen kicsit egy fanulósabb rész lenne, és nem pedig ilyen nagyon profi módon gyilkolászás, itt pontot kell elfoglalni, minél többet, és ez itt egy tank. Észrevett, LOL, és mellé lőtt. Ez azért durva volt. Szóval ugye, most beszeretnék jutni egy járműbe, mármint egy helikopterbe, vagy inkább repülőbe, ugye minél jobb lenne egy repülő. Van is egy, valamint van egy erős helikopter, amit elvitte, de lehet, hogy beülök lőni. Vagy inkább beülök ebbe. Ez is jó. Hát ez szuper volt, ez csak a kidobós része, de nem baj, végül is itt lesznek, akkor még adok. Ezzel, hát vagy megaletjük magunkat, vagy bemegyünk hozzájuk. Ott viszont van egy tank. Csak nem látom, hogy hányan vannak benne, ugye az a baj. Ugye, hogyha fogok egy tankot, amiben be is tudnék ülni, lövésznek. Ja, ez egy ilyen szállítós tank, mi? Akkor azért ez nem lenne rossz. Aha, be tudok ide ülni. Hát igen, jó, oké. Megfelel. Szóval ugye, ez egy olyasmi játék lenne, mert itt a BF, hogy ugye csapatban érdemes játszani. De most minden esetre nem csapatra jöttem, csak úgy is simán. Úgyhogy hát ez így valószínűleg érdekes lesz. Tehát egyébként mindig is így volt, szóval ez így már szerintem megszokott egy picit. Odaig vajon el lehet ezzel lőni? Vagy mondjuk egy olyat el lehet egyáltalán ezzel találni? Nem tudom, hogy hova kell lőni, mondjuk így lövök mindenféle, és akkor hogy el... Hoppá! Hallod? Én mit csináltam? Megöltük azt a csávót, azt hiszem. Ez durva, csak így rángattam össze-vissza, és sikert. Nézzük, hát ha így még megölök valakit, ugye? Vagy hát nem én öltem meg, hanem csak helpeltem. Ez mennyire durva már. Ugye az, meghalunk. Na, igen. Hát azt hiszem meghalunk. Nem. De, meghalunk, csinálj valamit. Elnyomta a füstöt, jól van. Jött, én szerintem inkább innen lépek. Itt egy ember, figyeld már. Meghalt. Vegyük le a fegyverét. Hopp, ez nem az. Az elvel kell elvenni? Errel! Nem veszi el, de elvette. Ugye most eléggé sokat ugye ki is hagytam a játékot, amit inkább lekapszoztam eléggé sokat igazából, úgyhogy most ezért egy picit elszoktam, de nem baj. Azért eléggé jól indultunk, vicces volt. Igen, egyébként amikor rájutgattam magat, akkor egy eléggé jó kis tartot össze tudtam hozni. Nagyon ez már csak mellékes. Viszont ide kellene most nekünk bejutni. Az a gunship, a másik az a dropos, amikor kidob belőle. De az nem túl jó, és nézzük ott, ugye most vannak is elvileg ellenfél. Jaj, átültem máshova. Az figyelj, ez mekkorákat lő. Ezt mindjárt meg is öljük. Hogy ez tényleg elég, ott egy ember amúgy. Hát már ez nem akar igazából sebződni. Ezt nem lehet így azért eltalálni ennyire egyszerűen, de nem baj, mert mondjuk ott fut majd akkor. Hoppá, meg is van, az szép volt. Na akkor meg azt a nagy tankot. Hogyha még megvan. De ezt hogyan kell elölni? Nem sebződik. Más fegyver nincsen? De van más fegyver is. Ez inkább ilyen gépfegyver, és milyen embereket kell ezzel kinyírni. Hát igen, azért nem sebez túl sokat. De amúgy erre is kaptunk asszisztot, figyelj. Azért jók vagyunk. És akkor oda kell ugye majd eljutni nagyjából. Ez hamar kifogyott mondjuk. Egy kocsi ugye nagyon-nagyon gyorsan, hogy azt el kell majd kapni. Hoppá, ott viszont valakit ledamage-eltünk amúgy. Nézzük, megszórjuk ott őket. Azt az embert kell amúgy még megölni főleg, csak azt nem tudom, hogy hogyan kell ugye. Márint ugye az a baj, hogy ez nagyon ferdén lő. És így nem tudom, hogy hova érdemes ezzel lőni. Ez nagyon-nagyon össze-vissza megy. Itt lehet az embert nem is nagyon lehet elölni. Hát így meg főleg nem, hogy elfutott. Nézzük, ott egy jármű, az egy kvad, azt hiszem. Ránk lőnek egyébként, jó, eltérítettem. Na nézzük, az ott elmegy, azt hiszem, és akkor szerintem ki is ugranék. Térítsd el valahogy, csinálj valamit. Én megyek? Jó, oké. Most akire szerintem le is jönnék, hogyha minden igaz, de lehet meg fog halni. Hát, úgy néz ki nagyon. Ugor, jó van, kapd el, ez az. Most ezt ugye elkezdtük foglalni. Az nagyon szép és jó, de ez nem biztos, hogy meg lesz. Inkább készenlétbe állok. Hol az? Hol? Ja, onnan lőnek, aha, ott a helikopter. Hát mondjuk az pont megdavar, de itt most nagyjából fölöttünk egy helikopter.
pedig vélhetően emberek is lesznek. És tényleg. Az ez egy tárat velén körültett ahhoz képest. Nem mondjuk azért eléggé szépen beálltam oda a sarokba, így nem tudtam onnan elmozdulni. Na mindig, itt ugye most inkább pontot szeretnék szerezni, mármint pontot foglalni. És így majd fejlődgetni szinteket, meg mindent. Az A pontot megszereztük már? Én nem, de elvileg mindjárt meg lesz azt, akkor még meg kellene szerezni gyorsan. Én nem, pont, hogy most veszik el tőlünk, ugye? És ide is jönnek tankkal, úgyhogy honnan jönnek, onnan jönnek, akkor ide beállunk nagyjából. És bemérjük a... ezzel. Javelin, ugye? De az itt az igazság, hogy ezt nyomva kell tartani, igen. Lehet inkább másik ilyen aknavetőt, vagy ilyen rakétavetőt fogok majd berakni. Ugye ezzel sok mindent nem lehet bemérni, mondjuk azt a helikoptert sem lehetett, ugye? Na nézzük, dobunk egy ilyet, hát a pont majd belemegy. Nem, másik oldalra megy, jól van, értem én. Megtalálom, akkor megölöm, figyeld meg. Na nézzük, hogy én találom meg, akkor ő hal meg. Hopp, itt van, itt van, itt van! Hoppá, azt nézd! Azt nézd, profi! Jó, hogy ezek ketten voltak! Mert az egyiket azt nagyon öle damage-eltem, majdnem meg is öltem. Csak az felpattant ugye a quadra, szerintem ez volt az, vagy a másik, nem tudom. És ugye a quadot kezdtem el damage-elni, és nem is az embert, úgyhogy... az megúsz, viszont ide be kell ugorjak gyorsan, és akkor lövök, vagy jövök lövésznek ilyen. Na mindegy, hát azon, hogy ketten voltak, azt szerintem is fogják foglalni. Hogy innen is lehet ezt használni, akkor ezzel be lehetne mérni egy tankot mondjuk. Ez mindjárt beleszáll a vízbe, azért azt figyeld. És amúgy van valami. Most ez, ja, azok ilyen semleges autók, azt inkább nem. Na, viszont úgy kell akkor, hogy hát én esetleg lőnék, vagy valami, hogyha megengedné a helikopterpilótánk. Nem igazán örül ennek az ötletnek, úgy látom. De nehogy! Ú, ez majdnem kiborította itt a cuccokat. Na, hát ez nagyon rángatózni fog, ezért nem igazán lesz jó. De akkor szerintem vagy itt kiugrok, és innentől pedig futok, vagy esetleg megnézzük, hogy merre megy. Akkor én szerintem ugrok. Az aztán, az nagyon-nagyon ugrás volt. Már itt igazából csak, ja, letettem a lábamat és ennyi. Hát itt ugrani már nem tudtam, de ez ugye azért volt, mert közel voltak a földszint, pedig szerintem senki nem lesz, de azért ezt bedobtuk. Ezek a sok szartra felteszik a sniperek, ezeket annyira nem szeretem. Ott kempel egész nap, és ott ugye minden szart letesz, hogy minél egyszerűbb legyen nekik. Na mindegy. Nem az omlik elvileg. Akinek hamarabb elfogy a pontja, az nyertes vagy vesztes, ezt mondjuk nem tudom. Mindegy, vagy nyerni, vagy veszteni fog most a másik csapat, az nem biztos. Azt mérjed már. Jó. Oké, lőjed. Futás, 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 menj innen. Oké, azt hiszem, hogy benyomott egy füstöt, és így elterítette a lőszeremet. De nem baj, viszont kapnunk egy spot bónuszt valamire. Azt szeretjük. Ott van, ott van, ott van. De, ó, basszus. Egy másodpercen múlt, hogy én lövök előbb, akkor ő hal meg. Ó, ez nagyon szar. Kell másik fegyvert rakok be tényleg. És nem azért, hogy itt ezzel szarakodjak, de... ez nem túl erős, és hát nagyon sokáig kell mérni, és akkor se egyszerű eltállni. C, gyorsan, gyorsan, gyorsan! Ha megvan, akkor a C pontra rá tudtam spawnolni. Nem voltam ugye egy ellenfe, hát ott nagyon messze. És adtunk is el rögtön pontot. Ide felkempeltek ezek a nagyon profik. Mindjárt meg is ölünk. Az, hogy ez nem lő el addig. Viszont közebb kell akkor jutni, ugye? Csak ő meg sniper, úgyhogy neki egyszerűbb lesz a dolga, hogyha távolra lövök, úgyhogy inkább tényleg közel jutok valahogyan. Ájjaj. Most hogy honnan lőnek? Ja, helikopterből vagy tankból, vagy most nem tudom. Jó, ezért most megijedtem viszont. És nézzük, leugrott vagy fent van, most nem tudom. Ugye, előbb volt, hogy térképen egy emberke. És ott vagy valaki bevár minket és meghalunk. Igen. Bevárt a gyerek. Nagyon ügyes, tényleg gratulálok. Na mindegy, akkor ide most bejövünk írni. Lefekszünk és akkor most sniperkenünk. Az egy kis HP-t vissza akarok szedni. Na hát én nem fogok tudni, az a baj. Végig kell feltépni itt az egész pályát, úgyhogy... ez nem egy nagy játék most. Na mindegy, viszont azért eléggé sok pontot szereztünk, már 776-ot. Szuper. És egyébként 5-ször meg is haltunk kb. A videó alatt, ugye. Előtte, amikor hangot csináltam, akkor hát... legalább még egy 10-szer, ugye, mert ott nézegettem, mennyi legyen, de szerintem most nagyjából jó lesz legalább a hangminőség. Ugye a hangerő meg az ilyesmi. Hoppa, eltaláltam, azért azt figyeld! Csak erről fél órán át tölti, mi most mindjárt meghalunk. Hoppá! Hoppá! Szép volt, eltaláltuk, ő pedig nem. És
körbe is akar itt jönni, úgy látom. Kijött belőle vajon? Hoppá, megöltük, vagy szétszettük a kocsiját. Egyáltalán kidobok ott, ugye még van egy másik tank, úgyhogy lehet visszafognak be. Javítja amúgy, javítja, jól van. Most ezt gyorsan meg kell tölteni, csak ez olyan nagyon lassan tölti. Ugye ezt most fel kell robbantani gyorsan? Vagy beszállnék én? Á, nem, most már nem fog beszállni. Legalább jól lehápézzük. Így? És ott az ember is, ott az ember is! Ott van vajon még? A tankot azt már szétszedtük, azt már nem fogja tudni csinálni hamar. Azért most egy picikét félek. Hogy itt volt, le volt ez spottolva a térképen, úgyhogy itt lesz valahol. Visszaszállt a kocsiba, nem már, nem már! Jó, akkor azt hiszem, hogy megpróbunk de gyorsan befutni. Hoppá, nagyon-nagyon gyorsak vagyunk, azért ezt figyeld. De szerintem befekszek, feltöltöm ezt, és betöltök ugye. És megyek is vissza harcolni. Megint amúgy azt javítja. Nem, most mögött? De azt javította, igen. És nézőben kilőtt rá, ugye? És? És? De mennyit kell, hogy még belőle nekem? Még egy lőszerem van és vége. Jó, megint, oké, most viszont disztrojoltuk is. Szép volt. Ó, Gunship-ből. Valószínűleg akkor az sorozott minket végig, de nem baj, azért háromszor legalább megöltük a kocsiját. Jó, van, azért szép volt az. És akkor nekünk is kell egy Gunship, vagy inkább egy A-pont. Viszont akkor ide úgy kell bejönni egy sniperrel mondjuk. Ez jó fegyver, azt hiszem. Emelvénk is van mindenünk, és pont egy tank mellé születünk meg. Az mi? Az azért tudja, hogy hogyan kell túlélni a lövéseket. Igaz, hogy hármat lőttem bele telibe, de az egy másik téma. És ugye direkt nem előlőttem, mivel egy ilyen 10 méterre azért csak elő ez a fegyver. Ugye ez a sniper fegyver, úgyhogy eléggé nagy ugye tűzgyorsasága is van, tehát így gyakorlatilag nem értem, miért nem talált el, de mindegy. Van egy túlélni mindent. Ez melyik? Ez a kis pisztoly, ugye? Igen. Na hát ugye ez eléggé easy. Hátul ugye, mint ők is. És azt is túlélni, nézd meg. Jaj, ne, hiszen nem fogjuk ezt túlélni így. Fussá, ez az. Igen. És azért arra is kapjunk egy jó kis asszisztot. Végig sorozzuk, hát ha eltaláljuk, nem találtak el. Vagy szerintem mi is lőjünk ilyen köcsögök, hogy felfekszünk valami házba. De ez velünk, ha jól van. Azért már megijedtem hirtelen. Van itt amúgy valaki senki, ugye? Hoppá, ez velünk van megint. Akkor ezt letesszük szerintem, ugye ez egy MAV. De nagyjából lefekszek így, és akkor megnézzük, hogy van itt valaki a közelben. Itt van is egy tank, ugye ez egy eléggé rossz dolog. Még egy tank, ez már is kettő. És ott még egy emberke. És akkor ezt az embert kell amúgy innen kiszedni. Akkor ezt nem lehet elütni valahogyan, vagy ilyesmi. Hát neki mentünk, de nem hal meg. Na mindegy. Akkor most az lesz, hogy azt tudom leszedni. Jaj, ne! Baj, viszont van még valaki. Éppen fut is a tank után. De mi azt nem hagyjuk neki. Á, nem igaz, túlélte bakker. De azért két darab testlövés, azt túlélni, az nagyon, megint csak egy jó dolog. Ezek most nagyon túlélő kedvükben vannak. Ó, én viszont nem élek túl sajnos egy lövést sem. Na mindegy. Úgy látszik, ez egy eléggé rossz fegyver most. Na, ez kellene inkább egy jó kis ilyen G90-et, vagy ilyesmit. Vagy esetleg ezen mi van? Lehet, hogy valami tompítja a sebzését. Elvileg nem szabadna tompítania. Igen, ez jó, hogyha van. Nem tudom, hányszoros optika legyen, 8-szoros. Jó lesz az, jó lesz az. Most nem tudom, mit csinál. Ugye ja, most az... Mi ennek a neve? Nem tudom, egy ilyen ugye... Valamilyen szisztemhez jöttünk, amíg lesz egy a légierőt, de ez nem egy nagy dolog, szóval... Véletlenül spawnoltam csak is ide. Na mindegy, egyébként nem tudom mióta mi ez a videó, de eléggé sok minden érdekes dolog volt benne. Egy jó kis túlélő Chuck Norris ellenfelekkel együtt. Szóval, szerintem még egyszer bemegyünk. Egyébként, igen, ezt jól megoldottuk. De könyörgöm, miért van ott egy ilyen doboz valami, fadarab vagy valami? Na mindegy, nem figyeltem oda. Szóval, ó, ez egy paradropos cucc, ez hol van? Itt van, hát ez szerintem pont, ez pont jó igazából, úgyhogy elterjünk ki minél gyorsabban. És megpróbálok ide belandolni valóba. A házakhoz, mondjuk egy háznak a... az aljához, vagy éppen a tetejéhez. Szerintem a tetejéhez így. Barum. Mondjuk ez egy nem túl biztonságos hely, az biztos. És? Figyeljük, meg egy lövésben fog engem lenni. De most nem értem, most hova lőjek akkor?
Hogyha elé lövök, akkor azért nem hal meg, hogyha hát, hogyha pont rá, akkor meg azért. Majd ezt töltünk. Lefekszek, ugye így. Most akkor a bipoddal nézzük itt a dolgokat. Ott van, ott van, ott van. Eltaláltuk, eltaláltuk, még. Ó, azt figyeld, jaj, de ügyes volt nekhozzá. Killing spree-zett is a csávó. Van még itt vajon valaki? Nyelvileg, ott van, ott van. De más is kell még, hogy legyen, nem? Most viszont feláldozunk magunkat, azt hiszem, a kill érdekébe. Még élek! Túlélhetem? Futás inkább! De azért hogy túléltük majd itt a két darab tankfövést, és még rá is úgy ugrottunk, hogy nem is sebződtünk. Ezért gyakoroltam nagyon sokat ebben a 10 percben, vagy mennyi. Igen, amúgy szerintem rohadt leszről lenne visszaszokni a BF-ezésre. És esetleg lenne rá igény, akkor lehet, hogy vissza is hozzam ezt a sorozatot. És ugye úgy akkor, hogy mindent beadok is ilyen normálisan, tehát nem csak ilyen poénra véve a dolgot. És mellélő azaz! Ugye azt ugye még én kerültem ki. Pont oldalra futottam, de ezt viszont most nem értem. Ezt esküszöm vissza fogom nézni. Rájöttem, három darab legalább eltalálta, és nem halt meg egyszerűen. Már megint. Nem értem ezt a fegyet, ez nagyon-nagyon gyenge az a baj. Ilyen G9. Ugye van is egy ilyen, hát úgymond nem szabály, de egy ilyen ajánlat dolog, hogy ugye nem szabad folyamatosan sniper fegyvereket váltogatni, mert akkor el fogsz tőle szokni, és akkor nem fogod tudni, hogy hogyan érdemes mondjuk lelőni. Ez pont most is jellemző ránk, mivel ugye az M39B-s fegyver, ez a kis autósniper, eléggé lassan is lő, ugye meg gyenge is, mivel direkt bele kell lőni az emberbe legalább 3-at, úgyhogy emiatt nem igazán sikerült ez a kis akció. De ezt nem lehet felrobbantani. Jó, azt inkább szerintem csak közelebbről lehet, hogy nem adja be hitnek. És kidoljuk az emberkét onnan. Hopp, ja, az, igen, az járműves csávó. Ezt nem tudjuk eltalálni. Az a gránáttal kell egyébként felrobbantani, vagy lehet lőni is. Lehet azt lőni is. Azt fél mennyi pontot beszettünk rögtön. Jó van, ez jó van. Most lehet inkább suicide-olok egyet, és megyek egy helikopteres kört, vagy valamit. Nem tudom, viszont ugye... eléggé távol vagyunk itt mindentől. Rossz helyen ugrottam ki végül is a heli... abban a nagy dologból. Nagy repülőben, nem tudom mi az. Na mindegy. Egyébként lehet, hogy még lesznek új sorozatok is talán, hogyha szeretnétek. Mellékesen. Viszont itt most bespottoltunk valakit. Csináltam itt most valami valamit, nem? Ez velem van, az itt az ellenfél, jól van. Lefekszek ide szerintem így. És megkeressük valahogy. Ja, amúgy most nincs semmi pod. Rossz felé futott az a baj. Hopp, ott van még egy. Mondjuk ott lesz nagyjából. Nem találtuk el. Azt figyeld! Azt viszont kilőttük onnan eléggé jól. Azt akarom még kilőni, hogy ott van még egy a kvad mögött. Ott kúszik éppen. Az mi? Az mi? Ezt most nem értem. És M-tárral lőnek ki minket, lol. De ez most komolyan volt, ezt nem értem. Ugye azért két darab lövést az ember meghal, főleg, hogy a fejből lövöm, ugye. És ugye M-tárral egy nagy machine-gun azért annyira pontosan nem lehet oda előni. Igazából nem is értem ez most miért volt, de tök mindegy. Ez a szerver most elég ilyesmi. Nehogy a hitbox. Viszont ezt a helikoptert most jól megtöltöttük itt, most vagyunk rengetegen. Úgyhogy ezzel akár mehetünk is foglalni egy jót. Mert is szerintem kiugrok, mert ez nem foglalni akar, hanem menni előre. Viszont lesz egy ellenfél ott fent, ugye? És hogy tudtam, hogy ott van, azért azt figyeld. Ilyet bedobok oda. Jó, pont ide fog jönni, ugye? Igen, itt van, itt van. Ott fut, ott fut. Most ezt elkapom, figyeld meg. Ó, mégse. Na, de én szerintem azt hiszem, itt is lesz vége ennek a videónak. Gyakorlatilag maximum 3 vagy... szerintem 3 vagy 4 darab kill volt benne összesen, viszont meghaltunk legalább egy 7-szer, úgyhogy a stat az ugye egy elég érdekes lett, de minden esetre most a pontra mentem, úgyhogy ez ezért van. Most hogy mit csinálok? Komolyan beszpónoltam egy ilyen beteg ember, az aki még repülni is alig tud. Jó, és ez egyébként itt is hagyott minket. Javítja! Ja, értem, hát akkor bocsi, ezt most én elhiszem. Ez elég egy csönd dolog volt, elhoztam ugye miközben, hogy javította, de mindegy, bocsánat. Nem fog tudni igazából visszarepülni, ez a baj. Viszont szerintem akkor itt legyen végének a videónak. A végére még egy nagyon-nagyon szép kit még összehozunk, azt figyeld. És megvan a kill, az de durva! Ez szép volt, akkor szerintem fejezzük is be a csúcson a videót. Azt eltaláltuk, na még egyet. Na még egyet. Rántás egyébként ezt is eltaláltuk.
Ráugrok és le... Azt figyeld! Nagyon profi vagyok. Végére azért belejöttem ilyen dolgokba. Na mindegy. Szóval köszönöm a figyelmet, és ha tetszett, akkor nyomtok egy lájkot. Azt megköszönöm, valamint még lehet lesznek ilyen videók, hogyha szeretnétek, de nem ilyen poénra vevős, hanem akár komolyan gondolva is, hogy lehet élvezni is minden, úgyhogy ez lett volna mára. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok, és eltaláltam fiat. Szóval akkor, sziasztok!